Most azt kell mondanom, mondtam, tényleg 10-10 pont minden, és tök kerek az egész. Mert megtanultuk, hogyan kell szerintem együtt élni, de erre kell, nekünk tanulni is kell, ez lassan 20 év, ezt tanulni kell, és fejleszteni kell. És minden nap fejleszteni. Mert igen, minden nap fejlesztjük, és minden nap kell fejleszteni. Véráldozatok is vannak természetesen, tehát, de hogy én ezt ugyanígy élem meg. Nyitottság, respekt, és még csomó mindennel. Én amit igazából hozzátennék, és talán már múltkor is inkább az, amit nem tennék hozzá, ez a harag, az irigység, vagy akár a féltékenység. Mm-hmm. Nálunk a féltékenység, és nálam egy soha nem működő, teljesen leszedált érzés volt, ez nekem soha nem volt meg. Leszedált, mert hogy benned volt, és tudatosan kellett rajta dolgozni, nem, nem úgy értem, hanem, hogy eleve nincs. Is volt. Nincs. Nincs, mert az a legfölöslegesebb érzés a világon. Ezt agyban döntötted el? Igen. Agyban ellen? Én maximálisan Szonyával értek egyet, a féltékenység az kisebbségi komplex. Az biztos, hogy abból adódik. És mi nagyon sok ilyen értékelési probléma. De lehet, hogy a férfiakban van ilyen. Ja, nincs, hogy a férfiakban van ilyen, meg a nőkben van ilyen. Hát ez nem egy szexuális kötött. Igen, nem lehet. A férfiak sokkal inkább hajlamosak az a féltékenység. Az más, hogy hajlamosak rá. Igen, végül nem az a Shakespeare darabnak a címe, hogy Desdemona. Tehát érted, ő volt féltékeny, mint az állat, szegény zöld szemű, meg csak ott állt, és hogy, de hát miért? Szegény zöld szemű.